Innovációs és vállalkozói központ nyílt Budán. A Millenárison működik mostantól a régió egyik legnagyobb startup irodája. Mozogjunk együtt! Sok gyerekprogrammal és sportolási lehetőséggel találkozhattak a látogatók a generációkat összekötő rendezvényen. Hegyvidéki Sörfesztivál hagyományőrző együttesek műsora is színesítette a programot. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A Millenárison nyílt meg a régió egyik legnagyobb startup irodája. Az innovációs és vállalkozói központban többek között 180 munkaállomás, 24 iroda és tárgyaló kapott helyet. Varga Mihály pénzügyminiszter az átadón azt mondta, az új központ feladata, hogy a startup cégeknek munkateret biztosítson, ugyanakkor több eszközzel is támogassa az új vállalkozások indulását és megerősödését. A retro és a techno találkozása, így fogalmazott egy fiatal informatikus, aki már több hete a Millenári Startup Campusban dolgozik. A ma bemutatott kampusz első üteme mintegy 1,7 milliárd forintba került, és a gazdaságélénkítést célzó kormányzati intézkedések közé sorolják. 4,8%-kal nőtt a gazdaság az év második negyedévében, az év első felében 4,6%-kal. Ez a 4,8%-os növekedés az első három helyre volt elegendő az Európai Unió tagjai között, tehát nyugodtan mondhatom, hogy egy dinamikus növekedési pályán vagyunk. Azonban, ha a növekedés struktúráját, szerkezetét nézzük meg, akkor jól látható, hogy ennek a növekedésnek határai vannak. Hogyha nem teszünk semmit, hogyha nem próbáljuk megtalálni azokat a innovatív, új, a termelékenységet, a hatékonyságot növelő vállalkozásokat, amelyek hozzá tudnak tenni a gazdasági növekedéshez, akkor ez a növekedés hamarosan ki fog fulladni. Ennek a kampusznak a létrehozása is arról szól, hogy annak a humán tőkének teremtsünk keretet, és adjunk egy kínálati oldali ösztönzést, amelyikben azt gondoljuk, hogy tartalékaink vannak. A 1,5 millió visszatérő látogató és a nyitás óta itt járt magyarországi ember jó alapot ad ahhoz, hogy egy ilyen népszerű helyen nyissanak startup centrumot. Ám az infrastruktúra és a szabályozás mellé más is kell a sikerhez. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, nem elég olyan alaptantervet alkotni, ami az alap- és kulcskompetenciákra fókuszál, amelyek a 21. században elengedhetetlen fontosságúak. Nem elég vállalkozói témahetet szervezni az iskolákban, nem elég pénzügyi tudatosságra nevelni a fiataljainkat, nem elég olyan programokat indítani, mint amilyen a kecskeméti ötletből jövő, ahol középiskolások mutathatják meg innovatív ötleteiket, és a győztesek bemutathatják az innovatív ötleteiket a Szilíciumvölgyben, az Egyesült Államokban. Pénzre is szükség van. A magyar kormány 360 milliárd forintot költ 7 év alatt az innovációs ökoszisztéma építésére, a startup kultúra építésére, ezen kívül pedig több mint 600 milliárd forintot innovációra, kutatásfejlesztésre és innovációra. A környezet megváltozhat, de a hely szelleme örök. A Ganzművek alapítása után 1,5 évszázaddal ismét a magyar találékonyság és innováció a főszereplő a Millenáris egyik újjászületett épületében. Nyugodtan mondhatjuk itt a második kerületben, hogy minden egy startuppal kezdődött. Egy Ganz Ábrahám nevű fiatalember feltalálta a kéregöntésű vasúti kereket, majd gyárat és gyárakat alapított Budán. Hatalmas céget, amely nem csak a városban, nem csak az országban, ami akkor a monarchiát jelentette, hanem egész Európában és az egész világon tette méltán híressé az őt. A Nemzeti Táncszínház készülő épülete mellett helyet kapott innovációs kampusz új szerepet is oszt a régió egyik legnagyobb közösségi terének. Örökbecsű igazság, hogy ami érték, az megőrzendő, és ami érték, az lehetőség is egyben. Megújulásával és átalakulásával olyan funkciókkal bővült és bővül a Millenáris Park, amely őrzi az elődök, az egykori Ganz gyár szakembereinek és mérnökeinek újító szándékát, értékteremtő munkáját. A Buda egyik meghatározó központjának tekinthető Millenáris mellett több olyan értéket is mentettek a második kerületben, amelyhez az önkormányzatnak és a kormánynak az összefogására volt szükség. Büszkék vagyunk arra, hogy az évek során nem leromboltuk, hanem megőriztük, és fel is újítottuk történelmi és kulturális értékeinket. Többek között a Rét utcai ispotályt, a Pannonia filmstúdiót, a Klebersberg kastélyt vagy a Gülbaba türbéjét. A most felavatott Millenári Startup Campus 2 hónapos próbaüzeme alatt a bérelhető helyek több mint 70%-a elkelt, és több külföldi vállalkozás is teret kért magának a legújabb magyar szellemi központban. Elgázolt egy nőt a villamos hétfő reggel a Bartók Béla úton. A nő a korlát és a szerelvény közé szorult. A tűzoltók úgy tudták csak kiemelni,
hogy előbb lefűrészelték a korlátot, majd feszítővágóval megemelték a szerelvényt. A mentők a nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Továbbra is keresi a rendőrség azt a nőt, aki még július közepén egy hegyvidéki élelmiszerboltban ellopott egy a kasszánál felejtett irattárcát. A nőről a bolt biztonsági kamerája készített felvételt, ez alapján próbálják megtalálni. Megújult a Toldi utcai óvoda. A nyári hónapokban több mint 24 millió forint értékű energetikai korszerűsítésre került sor az intézményben. Elkészült a külső hőszigetelés, befejezték a vizes blokkok felújítását, a tetőteraszon pedig kicserélték a korlátokat. Kevesebbe kerül a tankolás, szerdától a benzinárát 2, a gázolajét pedig 3 forinttal csökkenti a MOL. A mérsékléssel a 95-ös benzinára 399, a gázolajára 414 forintra módosul. Az autósok akár 50 forintos különbségeket is tapasztalhatnak az egyes töltőállomások árai között. Schwab hagyományőrző együttesek műsora is színesítette az idei hegyvidéki sörfesztivál programjait. A fesztivált harmadik alkalommal rendezték meg a hegyvidéki városháza téren. Nem csak sör különlegességeket lehetett megkóstolni, de nagyon sok gyerekeknek szóló program, koncert és hagyományőrző műsor is várta az idei hegyvidéki sörfesztivál látogatóit. Fellépett többek között a megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő vértesacsai német nemzetiségi tánccsoport. Vértesacsán 5 kórcsoportban táncolunk, már az óvodában is folyik a Schwab táncoktatás. Az iskolában alsós iskolásoknak, a felsősöknek ifjúsági tánccsoport és a felnőtt tánccsoport táncol. Most a felnőtt tánccsoport jött el ide a sörfesztiválra táncolni. Mindehhez a Schwab fiúk zenekar húzta a talpalávalót. Schwab polkákkal, keringőkkel készültünk, illetve a táncosok kísérése is ekte Schwab zenei alapokon nyugszik. A fesztiválon persze az is kiderült, mi az igazi Schwab sörök titka. Nagyon különböző technikával, technológiával készítik a söröket, az erjesztéstől kezdve a hozzávaló alapanyagok felhasználásáig. Én azt gondolom, vannak itt is most Schwab, magyarországi Schwab házi sörfőzők sörei, hogy egy kicsikét a kesernyésebb, ugye inkább lager típusú söröket készítik, tehát akinek a szájéze e felé hajlik, az bizton megtalálja azokat a pikantériákat, amik ezekben a házi sörökben benne vannak. A csütörtöktől vasárnapig tartó hegyvidéki sörfesztivál nagyon sok érdeklődőt vonzott. Fonti Krisztina alpolgármester szerint a Városháztér hasonló rendezvényeknek köszönhetően igazi közösségi térré, egyfajta találkozóhelyé vált. Úgy láthatjuk és élvezhetjük a teret, ahogy azt annak idején megálmodtuk, a tér, a kulturális szalon itt együtt nyitva, és valóban azt láttam, hogy fiatalok itt üldögéltek, beszélgettek, miközben hallgatták a zenét, úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban most már így egyben élvezhetjük ezt a teret úgy, ahogy mi ezt elképzeltük, ahogy megálmodtuk, pontosan erre álmodtuk meg, és hát természetesen ehhez hozzájárulnak a jó, tartalmas, kulturális programok, amik ide vonzzák az embereket. A Városháza téren a következő hetekben is egymást érik majd a programok. Többek között a Zenés péntek délután sorozat részeként népzenével, tánccal és játszóházzal találkozhatnak a járókelők. Ismét rendkívül népszerű volt a Mozogjunk Együtt Kortalanul elnevezésű generációs családi és sportnap. A folyamatosan megújuló Czakó utcai sportközpontban nagyon sok gyerekprogrammal és sportolási lehetőséggel találkozhattak a mozogni vágyók. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 7. alkalommal megrendezett Mozogjunk Együtt Kortalanul című rendezvényen, melynek az idén központi témája a család és a közösség. A Budavári Önkormányzat Gondozási Központjának vezetője, Kreiszer Andrea megnyitó mondatával a legfontosabb információkat meg is osztotta az első kerületi polgárokkal, akik ismét sok százan érkeztek a Naphegy közeli pályára. Itt a Czakó utca alkalmas helyszín egy ilyen találkozóra, de nagyon régóta küzd a Budavári Önkormányzat azért, hogy ez a Czakó utca mindig egyre szebb, egyre komfortosabb, egyre jobb legyen, és láthatták a fejlesztéseket, hogy most már a felső
eddig aszfaltos kézilabdapálya is korszerű és biztonságos gumiborítást kapott, hogy lassan büfé is lesz, hogy rendbe hozzák a pálya melletti eddig elhanyagolt területeket. Folyamatosan fejlesztjük ezt a területet, ezt az egész Cakkutcai Sport és Szabadidő Központot. A sporttelep rekonstrukciójára azért is szükség van, mert egyre több rendezvényel szeretnék felhívni a kerület lakóinak figyelmét a családi élet, illetve a közös sportprogramok fontosságára. A mai alkalom elsősorban azt célozza, hogy már a legkisebb korban is megszokják a gyerekek azt, hogy közösséghez tartoznak, hogy mennyire fontos nekik a család, és azon túl a helyi kötődés, és hogy itt vannak olyan civil szervezetek, amelyek a kerületben működnek, bemutatkoznak, elmondják, hogy mivel foglalkoznak. Nem csak az intézmények munkáját ismerhetik meg a szülők, a nagyszülők, hanem őket is megismerik. És lesznek itt olyan gyerekek is, akik fogyatékkal élnek, és nagyon fontos, hogy ez egy kohézióra épülő, egy szolidaritásra épülő társadalom legyen, amiben élünk, és ezek a közösségek is tudjanak arról, és támogassák azokat, akik esetleg valamivel hátrányosabb helyzetben vannak. A Mozogjunk Együtt rendezvényére érkezőknek is szívesen segítettek a szolgálat munkatársai, köztük Farkas László, a Pingpong Tanoda program legfőbb motorja. A gyerekek örömmel veszik, hogyha tanítgatom, mutatom nekik a helyes ütőfogást, ütő mozdulatot, próbálnak már pincérjárással, asztalon pattogtatással, ütőn pattogtatással, és aztán, ha ezek már úgy mennek, akkor lehet asztalhoz állni és kipróbálni, amikor ember embernek üti a labdát, hol több, hol kevesebb sikerrel. Van, aki pingpongban, van, aki óriás buborék alkotásban mester. Magyarország, illetve a kontinens egyik legsikeresebb gasztroszakértője a kisfiának is megmutatta az óriás buborék titkát. Fantasztikus, én szerintem jobban élvezem, mint ő, tehát hogy az a legjobb az egészben, hogy úgy csinálhatok, mint hogyha miatta lennénk itt, de nyilván miattam vagyunk itt valójában. Azért neki is tetszett egy kicsit, és még nem mondta meg, bár most, hogy ahogy látom, már megy is vissza az ugrálóvárba vagy a tűzoltóautóba. Ahogy hallották, ugrálóvár, tűzoltóautó, sőt rendőrautó, számos kézimunkapavilon, szabadtéri spinning edzőterem és egészségügyi tanácsadó sátor is várt kicsit és nagyot. A lovasúti bölcsöde ízmesterei pedig a tavalyi főzőverseny győzelmük után idénre kivívták a monopóliumot. Itt csak ők főztek a sok száz fős nagy érdeműnek. Mindenkinek nagyon ízlett az ebéd. Talán a titka az egyetlen az, hogy háziasan szeretek főzni. Tehát amit otthon édesanyámtól tanultam, én azt örökítem tovább. És van most paprikás burgonya, tehát serpenyős burgonya, és van slambuc, ami más néven kemény lebbencs. Ezt a kétfajta étellel készültünk, kétféle kolbász van a paprikás krumpliba, és van benne pirított békön szalonna, amit még plusz a tetejére is szórtunk. Végül egy jó hír a Mozogjunk Együtt családi programnak is otthont adó Cakó utcai pálya látogatóinak. Információink szerint hamarosan elkezdődik a szociál érzetet keltő pavilon elbontása, és az ígéretek szerint jövő ősszel már egy teljesen megújult környezetben szervezik a 8. családi sportnapot. Vezeték nélküli internet elérést és töltési lehetőséget biztosít, UV erősséget és zajszennyezettséget is mér. Többek között erre képes az az úgynevezett okospad, amit a 3. kerületben adtak át. A tervek szerint hamarosan újabb intelligens utcabútorokat helyeznek ki a kerületben. A Kaszásdűlői Kulturális Központ előtt elhelyezett új okospaddal ismerkednek a fiatalok. A különleges pad nem csak pihenésre alkalmas, de vezeték nélküli internetelérést és töltési lehetőséget is biztosít a járókelők számára. USB portokon keresztül lehet rajta tölteni a telefonokat, illetve egyéb okoseszközöket, és akinek erre megfelelő készüléke van, az érintő felületen keresztül is tudja tölteni. Egyúttal egy mini időjárásállomásról beszélünk, ami UV-indexet, páratartalmat, hőmérsékletet, légnyomást és még minden egyebet mér, és egy szerver segítségével eljuttatja ezt a pad tulajdonosának, aki otthonról vagy az irodájából tudja megnézni, hogy éppen mi is van a pad körül. A teljesen megújuló energia működteti ezt a padot, ugye napenergia, az aljában vannak akkumulátorok, aminek a segítségével érhetők el az imént említett funkciók, éjszaka világít, úgyhogy reményeink szerint egy szép tereptárgy is, egy szép bútordarab is ez az okospad. A tervek szerint a 3. kerület közterületein hamarosan egyre több hasonló intelligens utcabútor jelenik majd meg. Azt szeretném, hogyha a jövőbeni közterületfejlesztéseinkben ennek helyet tudnánk biztosítani, és mindenhol a közterületeken ilyen nyilvános wifi elérések is lehetővé váljanak ezáltal.
ez pedig már az az új generációs könyvmegálló, amit az okospaddal együtt adtak át a harmadik kerületben. A kezdeményezéssel az olvasást szeretnék népszerűsíteni, illetve a tapasztalatok szerint a könyvmegállók a helyi közösségek erősítését is segítik. Bonósok a metróban. Hétfőtől 4 napon keresztül a 4-es metró más-más megállójában szórakoztatja a klasszikus zene kedvelőit a Budapesti Vonósok Kamara Zenekar. Kedden délután 5 és 6 óra között a Móricz Zsigmond körtéren, szerdán a Rákóczi téren, csütörtökön pedig a Szent Gellért téren rendeznek akusztikus minikoncertet. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!